Akár a miénknek, az Ariel bolygónak is van légköre. Egy szépen kiegyensúlyozott rendszer. Ha behatolunk, felborítjuk ezt a szép egyensúlyt. Ó, hogyha behatolunk, nem érdekel az egyensúly. Amíg a bolygó épp olyan gyümölcsözőnek bizonyul, amilyennek a gép jósolja. Hogyne? Figyelem, vezérlő! Vesszük Carter! Az Ariel bolygó légköre innen borsólevesnek látszik. Az is, Ellen. Az oxigén tartalma több mint négyszerese a földiének. Ellenőrizze a felszín hőmérsékletét, amint eléri a légkört. Hőpajzsot a maximumra. Készüljön fel az érkezésre 30 másodperc múlva. A komputer repülési terve a felszín eléréséhez. Semmi probléma? Semmi gond. Jól van, Paul, futtassa át a komputeren, rendben. Egy jelet észlelek. Idegen jármű közelít. Az idegen jármű gyorsan halad. Célba vett minket. Valami rakéta. Ezt nem tudom lerázni! Ellen! Ellen! Élünk, parancsnok. Nem robbantod fel. Csupán rátapadt a hajóra. Sas 2, sas 7 a bázisra. Hol az egyes hangárból mindenki távozzon. Mentőegység riadó. Martin Landau, Mihály Győző. Barbara Bain, Borbás Gabi. Alfa Hold bázis. Az utolsó alkonyat. Rövidesen a bázisra érünk. Rendben, Ellen. Nem vállalunk rizikót, automatán hozzuk be. Sas 7-es, figyelem. Ellen, az egyes hangár zárva. Landolás után ne húzzák tovább az időt, minél előbb jöjjenek be. Jó, parancsnok. Eddig még meg sem moccant. Szerintem nem is fog, amíg nem érkezik a bázisra. Jól van, Paul, jöhet. Viktor, mit látsz a szkenneren? Semmit. Semmit sem tudok leolvasni. Anyaga?
Sugárzás? Ez a tárgy ellenáll a létező elemző technikáknak. Be kell hoznunk. Egy földjellegű légkörrel bíró intelligens civilizáció nem rajong a közeledő földlakókért. Egy elterelő hadművelettel a lehető legnagyobb ködösítést éri el. Lehetséges? Igen. De miért? Hogy időt nyerjenek, hogy többet tudjanak rólunk. Mi viszont kevesebbet tudjunk róluk. Hagyjuk a professzort vizsgálódni a szerkentjén, mi minél előbb szálljunk le a bolygó felszínén. Ha napkörüli pályára állunk, lesz elegendő idő. Addig nem állunk napkörüli pályára, amíg ki nem derítjük baráti vagy ellenségese. Még akkor is, ha ez egy üdvözlő lap, akkor is lépésről lépésre haladunk. Van már valami, Viktor? Attól tartok nem sok. A súlya 4,28, az átmérője épp 86 centi, nincs külön hőfoka, a sugárzása nulla. Összetétele ismeretlen. Nem él? Az kizárt. Gáz! Helena, láss el a sérülteket! Viktor minél előbb elevesz ki a gázt! Paul, riadó! Ürítse ki a gépkezelőt, zárja le, aztán nyissa ki a felszíni kaput. Gyerünk! Úristen! Gyertek, 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 gyorsan! Gyerünk, mozgás! Siessetek már! Azonnal ürítsék ki a kajütöket! Erre, erre, erre! A szekció lezárva és légszűrve. Helyes. Kano, ki tudjuk számolni a tárgy teljes kapacitását? Jelen kibocsátásnál alig kevesebb a végtelennél. A gépkezelésen 80 volt a nyomás, mielőtt kinyitottuk az ajtót. Nem tud elég gyorsan kijutni.